Az internet használata manapság már életünk bármely területét megkönnyítheti. Lehetőséget ad arra, hogy közösségi életet éljünk, szolgáltatásokat vegyünk igénybe, vásároljunk vagy szórakozzunk. Azzal azonban nem árt tisztában lenni, hogy az internet használata felelősség, hiszen számos jó tulajdonsága mellett komoly veszélyekkel is jár. Ezekre a kockázatokra hívja fel a figyelmet a Biztonságos Internet napja 2004 óta minden év február elején. Ezen a napon informatikai cégek és civil szervezetek a rendőrséggel karöltve arra hívják fel a figyelmet, hogyan kell biztonságosan és tudatosan használni a világhálót az adathalászok, a zaklatók és a csalók kivédése érdekében. Nagyon fontos az, hogy a közösségi oldalak használatával kapcsolatban, amit kiemelnék, hogy olyan profilt állítson be mindenki magának, ami legkevesebb személyes adatot tartalmazza, olyan jelszóallással el a saját profilját, amit a lehető legnehezebb feltörni, tehát nem mondjuk a saját nevét állítja be. Ezek nagyon fontos dolgok. Összességében a közösségi oldalak használata, ugye manapság ez terítéken van ezeknek a veszélyei. Ha valakit ilyen zaklatás ér, ugye cyberbullyingnak hívják, akkor azt jelentse mindenféleképpen az üzemeltetőnek, illetve ezen túlmenően tegyen végre, hogy hajtson végre képernyőmentést, és ha mondjuk gyerekről van szó, akkor értelemszerűen a szülők felé kell jelenteni, a pedagógusok felé, és hát legvégső esetben a rendőrség felé. Ez az alapvető egyik legfontosabb dolog. A másik pedig, ami az internethez kapcsolódik, az online csalások világa. Sajnos azt is látni kell, hogy ezeknek a száma is ugye jelentős évről évre. A statisztikák azt mutatják, az esetek mintegy felében elkerülhetőek lennének a támadások. Egy viszonylag új trend, hogy az adathalászok kecsegtető ajánlatokat kreálnak, amelyeket aztán álcég nevében, e-mail címünkre vagy egyéb más közösségi oldalainkra küldenek. A módszer lényege, hogy a felhasználó ne fogjon gyanút, így a csalók leginkább a gyermekeket és az időseket támadják meg. Ők ugyanis kevésbé vannak tisztában ezeknek a veszélyeivel. Kovács Attila úgy fogalmazott, a megelőző programok ha lassan is, de éreztetik a hatásukat. Azt kell mondani, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kicsit jobban áll, mint az országos átlag, vagy mondjuk a Dunántúli és a budapesti környék, de ettől függetlenül időről időre itt is mindig előfordul egy-egy csalás, és bármennyire is tartunk prevenciós előadásokat, valahogy mégis a figyelem nem fókuszál kellőképpen, ahogy kellene. De a büntetési tétel kapcsán nyilván attól függ, hogy miről van szó, tehát alapvetően több éves szabadságvesztés jöhet szóba, de leginkább azért ilyenkor leginkább pénzbüntetés, ami elsődlegesen a bíróság alkalmaz ezekben a bűncselekményekben. Az ORFK adatai alapján a rendőrség 2019-ben több mint 500 iskolában közel 35 ezer diákot ért el a projekt keretében. A Safer Internet Program magyarországi konzorciuma az idei évre egy játékkészítő és egy videópályázatot is hirdetett hazai általános és középiskolások számára. Ennek célja szintén az, hogy az internet használat valós problémáira világítsanak rá a fiatalok körében.